Négy egymás utáni góllal kezdte a mérkőzést a Makó, így a vendégek már a negyedik percben időt kértek. A játékot a kékmezes haziak uralták, akik a 18. percben 11-3-ra húztak el. A körös tarcsa csupán egy-egy góllal tudott válaszolni a Makó gyors lerohanásaira, de becsülettel küzdöttek, aminek meg is lett az eredménye, ugyanis hátrányukba faragni tudtak. Így a félidőben 15-11-et mutatotta az eredményező tábla. A második játék részben a Maros menti tovább folytatták jó szériájukat, sor alakították ki helyzeteiket, melyeket góllal fejeztek be. A 37. percben már 23-16-ra vezettek, győzelmük egyszer sem forgott veszélyben. A vendégek mindent megtettek a szépítés érdekében, de a nagyarányú különbség a találkozó végéig megmaradt. A végeredmény tehát Dohokor Makói KC Körös Tarcsai KSK 29-22, míg Sistván vezetőedző elmondta, csapata a megbeszéltek alapján játszott. Nagyon boldog vagyok, igazából tényleg készültek a fiúk is ugye erre a nyitott védekezésre. Én azt gondolom, hogy az első 25 percben ezt fel is törtük a Körös Tarcsának. Nagyszerű volt a védekezésünk a kapuba, és most a Balán Romi nagyszerű teljesítményt hozott, illetve a támadásokat is, amiket begyakoroltunk az edzéseken, azt messze menőkig végrehajtották a srácok. Én azt gondolom, végig kezünkben volt a mérkőzés, és egy igazi rangadónak indult, de én azt gondolom, hogy egy könnyed győzelem lett a vége. A kézilabdázókra most egy hosszabb szünet vár, bajnoki fordulót legközelebb csak október 29-én rendeznek. A kimaradt mérkőzéseket edzőmeccsekkel szeretnék pótolni. A Makói KC a hazai bajnoki fordulókat a továbbiakban Mórahalmon játssza.